Hajrához érkezett a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság, ahol az őszi szereplés után ígéretéhez híven összeszorított fogakkal küzd az STC csapata. Ennek eredményeképpen bár helyezésben nem sikerült az előrelépés, azonban már pontok is szerepelnek a csapat neve mellett. A 25. fordulóban nem sok esély látszott ezek gyarapítására a középmezőny élcsapatának számító edelényiek ellen. A találkozón végül 4-1-es vendéggyőzelem született, a mutatott játékban azonban nem volt ilyen különbség, ám a labdarúgást gólra játsszák, s ebben a vendégek bizonyultak eredményesebbnek. A helyzeteinket azért megpróbáljuk teljes mértékben kihasználni. Ugye volt 2 olyan védelmi hibánk sajnos, ami egyéni hiba is, abból ugye 2 gólt is kaptunk sajnos. Azt gondolom, hogy ezzel a kerettel, ami most van, mert ugye 2 ültek a kispadon összesen, abból ugye egy visszatérünk van, egy meg még ilyen félsérültünk, úgyhogy örülök neki, hogy csúnya ilyet mondani, de ezzel az eredménnyel le tudtunk jönni a pályáról. Az első fél időben ugye 2 gólos előnyt szereztek a vendégek, de hát a második fél időben nagyon jól kezdtetek, és szépített is a csapat. Azt gondolom, hogy a fiúknak nem a fejmosás hat, hanem inkább az, hogy beszélgetünk velük, és elmondtuk, hogy csúnya ilyet mondani, az esélytelen nyugalmával lépünk pályára az edelényen. Mindig, amikor játszottunk, jó meccset játszottunk. Ugye nem adtuk fel, kicsit ugye ez a kis műfűes pálya is a mi előnyünkre vált, hogy tudtuk tördelni a játékot, és ugye kis passzokkal fel lehetett vinni. Igyekeztünk ugye berúgni a helyzeteinket, az nem sikerült. Én azt gondolom, hogy ez az edelény ugye most az 5.-6. helyen van, tehát egy méltó megy egyes csapat. Én örülök, hogy ugye ilyen tisztességes, sportszerű meccset tudtunk velük játszani. Én azt gondolom, hogy nincs miért szégyenkeznünk a mai meccs után, hiszen, mint mondtam, sokat sérültünk, ugye hiányzunk, és örülök neki, hogy egyáltalán ma teljesen ilyen játéképet tudtunk mutatni ezekkel a játékosokkal, akik felmentek a pályára. Feltűnő volt, hogy sok kemény belépés volt mind a két oldalon. Jellemző ez a megyei első osztályra, vagy ezzel a mérkőzésen volt ez jellemző? Játékvezető függő, ő ugye az elején egy kicsit engedte is, de általában megye egybe, ugye ez van, mert ott már nem az van, hogy utána lép a másik játékos is, akkor bocsánat, így mondom, tarkon vágja a másikat, mert megrúgta. Igen, mennek a kemény csaták, de azt veszem észre, hogy ott a sérülés nem okoznak egymásnak, azért arra figyelnek, hogy ne legyen olyan nagy a szabálytalanság, hogy abból olyan sérülés következzen be, ami esetleg több hetes kihagyást eredményezne. Kicsit menjünk vissza időben, mert hiszen azt hiszem, hogy talán az őszi fordulók végén beszéltünk. Azóta ugye sok minden történt, zárt kapus mérkőzések lettek, a csapatot is próbáltátok összerázni. Mi történt fél idő fordulásnál a csapat házatája? Fél időben tudtunk igazolni gyorsan számok 1-2-3 játékost, aki ugye a mai mérkőzésen együtt tudott pályára lépni. Egynek ugye a múlt hét szerdai fordulóban egy átsó combizom sérülése van. A harmadik fiatalember pedig nem ért ide, valamilyen indok miatt majd ezt még megbeszéljük vele. Több távozónk volt, megmondom őszintén, a hivatalosan, ha összeszámolom, olyan 24-25-en voltunk, tehát magától a megye egy megkezdés előtt. Most jelen pillanatban 13-an ültünk itt ugye a padon. Elgondolkodtató, hogy valaki azért adja fel, mert sikertelenek vagyunk, vagy azért, mert már nincs kedve, vagy egyáltalán azt sem mondja, hogy ide se jön.
Ez van, ugye bevállaltuk a megyei első osztályt, én azt gondolom, hogy az utóbbi fordulókban azért tudtuk bizonyítani azt, hogy megverünk egy 8., 9., 10. helyezettel lévő csapatot, amit ugye már akár az ősszel is meg tudtunk volna tenni, de sajnos ez hozta az élet, hogy ezek azzal kell főznünk, ami maradt, szó szerint ami maradt, és azt gondolom, hogy nem fogjuk feladni, akkor is végigcsináljuk a bajnokságot, még ha nekem kell ezt beállni. Igen, akkor mondtátok, és megfogadtál a csapat is, hogy összeszorított fogakkal fog küzdeni a további fordulókban, ami látszott a mai mérkőzésen is. Azt hiszem a fiúk annak ellenére, hogy a vendéggyőzelem 4-1-es vendéggyőzelem született, harcoltak. Így van. Nem tudom, itt a fél időben fültanulja voltál annak, hogy ugye egymást próbálták nógatni, izgatni, hogy gyerünk, hajtsuk, mert ez a mérkőzésben benne van, az is akár egy meglepetés eredmény, akár egy X is benne lehet. Sajnos nem sikerült, mert ugye, mint említettem, volt ez a két védelmi gólunk. Nem baj, felemeljük a fejünket, szerdán mennünk el egy Emődre, és akkor jövő héten pedig jön a Máld, amit nagyon szeretnénk a máli meccset megnyerni. Mondtad ezt a két győzelmet, ugye az Encs ellen idegenben is egy hazai mérkőzést is nyertétek. Nekem talány a mai napig, hogy ez a csapat azért nem annyira rossz véleményem szerint, hogy mondjuk a hátsó alakzatban a pontokat nem sikerült szerezni a többi csapat ellen, mondjuk a 10. helyétől felfelé, illetve hátrafelé lévő csapatoknál. Nektek is rejtély maradt ez? Valamilyen szinten igen. Én azt gondolom, hogy nem volt meg a hite a csapatnak, nem úgy, mint a mai mérkőzésen, vagy akár az Encsin, vagy a Nyéklátházin. Ugye az elején kikaptunk a legelső fordulóba, ugye az ősszel egy Szántótól ott, amiben benne volt a győzelem, kikaptunk egy Nyéklátházán, ahol 2-0-ra vezetünk, és annak kikaptunk 4-2-re. Úgy vettem észre, hogy a srácok mentálisan feladták. Tehát nagyon jókor jött a szünet. Az az igazság, hogy jó kis is, meg nem is, mert ugye sokan leálltak emiatt, hogy nem jöttek a sikerek, az eredmények. Viszont tudtunk három olyan játékost igazolni, akikre nagyon számítottunk. Ugye abból kettő mindig kezdőként szerepel, és azt gondolom, hogy velük próbálnak meg elképzelni az őszi fordulókat is a megye kettőben. Hogy látod egyébként ezt a megyei egyes bajnokságot, így most már a derekán a bajnokságnak? Az az igazság, hogy a megyei első osztály mindig is egy más kávéház volt, mint a megye kettő. Valamilyen szinten, tehát nem valamilyen szinten kultúráltabb a játék, tehát kultúráltabb a környezet a játék is, viszont sokkal gyorsabb és koncentráltabb játékot kell itt mutatni. Ami fontos, hogy fiatalok nélkül nem lehet ugye itt szerepelni, mert itt a gyorsaság már nagyon domináló, a gondolkodás nagyon domináló, és hogyha a 60. percben elfogy a fejbe az oxigén, akkor itt nagyon nagy bajok vannak, mint hogy ezt a mi példánk is mutatja. Azért van fiatal utánpótlás is a csapatban, ami talán bíztató lehet a jövőre, és hát ebből a megyei egyes bajnokságból akár hogy keveredik ki a csapat, lehet lesz tanulni a következő szezonban. Persze kérdés ugye, hogy marad egyben a csapat. Így van, az az igazság, hogy ugye a vezetéssel abban állapodtunk meg ugye a tavaszra, hogy már akkor elkezdjük az ifjúsági csapatból ugye beépíteni a játékosokat, lásd a Sohajda Bandikát, a Bódi Ádámot, ugye Bacsi Krisztiánt elől, akik szinte azt mondom, hogy alap emberek mindig kezdőként, de már volt egy horvát jelünk az ifjúságiból, a Séra Pistat, sorolhatnám őket, tehát 6-7 játékos mindig próbálunk elvinni magunkkal, beépíteni vagy szoktatni ugye ezt a stílust, ezt a sebességet, ami a megye egyben van, hogy a megye kettőben ne legyen gondunk már az ősszel. A szabadba többé-kevésbé, de megérkezett a tavasz, ám a Zemplén kalandpark jégcsarnokában akár egész éven át képesek életben tartani a télies viszonyokat. Ezt kihasználva készültek és szerepeltek eredményesen számos versenyen a Zempléni Angyalok műkorcsolyázói, akik egy jutalomjáték, egy jéggála keretében léptek fel családtagjaik, barátaik előtt bemutatva tudásukat. Egy nagyon kemény felkészülési időszakon vannak túl,
Ugye ez a különleges helyzet a versenyzők számára lehetővé tette az edzést, úgyhogy ezek a gyerekek az elmúlt hónapokban naponta 4-5 órát tudtak edzeni. Nagyon sokat készültek, nagyon nagy versenyeken mérettették meg magukat szép eredménnyel, úgyhogy ezen a gálán már mondtam, hogy csak érezzék jól magukat. Emeljünk ki néhány versenyt és néhány eredményt. A versenyt a Kelet-Magyarország kupával kezdtük az év elején. Itt Gombos Lívia 12 év alatti a kategóriájában első helyezett lett, Juhász Panna második. Az idősebbek kategóriájában, a C kategóriában Kovács Gyöngyi lett negyedik helyezett, és Molnár Blanka 9. helyezett, és a legidősebbek között a D kategóriában Varknal Hanna első helyezett lett, és Duranyik Eliza pedig 4. helyezett. A legkisebb 3-4 éves korosztály fellépése bizonyította, a gyerekek hamar ráéreznek a korcsolyázás ízére. Még tanulhatok sokat. Lehet, még nem teljes, nem teljesen vagyok nagylán. Milyen volt ma itt fellépni a többiekkel, és hát itt volt a anya is, ugye? Hát jó volt anya, hogy nézett fellépés közben. Az ember így végignézi ezeket a kűröket, hát látja, hogy a korcsolyázó tudás mellett bizony sok másra is szükség van. Tánctudásra, egy kis balett mozgásra, ritmusérzékre, eleganciára, és meg talán sorolhatnék néhány dolgot. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, hogy összecsiszolódjanak ezek a dolgok? Nagyon jól látod, így van. A műkorcsolya kötelező kiegészítő sportja a balett. Egyértelműen ezeknek a lányoknak a heti 8-10 óra jég mellett van 3 óra balettedzésük és 1 óra táncedzésük. Nagyon fontos szerep jut itt a rugalmasságnak, a hajlékonyságnak és a művészi előadásnak. Ugye ők egy kür során, egy előadott program során két pontszámot kapnak. Az elsőt a technikai elemekre, a második, a programkomponens, pedig a művészi előadás, a művészi hatás pontszáma. Úgyhogy erre kifejezetten figyelnünk kell. És megmondom őszintén, hogy a mi lányaink az elmúlt versenyeken egyelőre azt mutatja, hogy technikában nagyon jók, de még a művészi hatáson dolgozni kell. Hogyan lehet ezt megtanulni, egy-egy ilyen kürt van, szárazföldi próba is, úgymond, és utána ültetjük jégre, hogy zajlik ez? Igen, érdemes ezeket úgy hívjuk off-ice edzéseket tartani. A koreográfiát mindenképp úgy készítjük el, de az az igazság, hogy a titka az, hogy minél-minél többet kell futni jégen, és összeérik a program. Összeérik a zenével, ő maga megtanulja, azt elő tudja adni, tehát a kulcs az idő, hogy minél többet tudja gyakorolni. Gombos Lívia keményen készül egy-egy versenyre, kihasználva a jégcsarnok lehetőségeit. Erre nagy szükség van, hiszen korosztályában már kemény felkészült ellenfelekkel néz szembe,
akikkel oda-vissza csatát vívnak sokszor. Először az első versenyemet nyertem, a másodikon ott megvertek 1 századdal, úgyhogy ott negyedik lettem, nem kerültem fel a dobogóra, de a harmadik versenyemen ott második lettem, ott is megvert az a lány, de most az utolsó versenyen visszaadtam neki. Melyik a legnehezebb elem a kürödben, amit nagyon sokat kell gyakorolni, és talán egy kicsit még mindig tartsz tőle? Hát az a forgások, de amúgy egy minden, gyakorlok sokat. Izgulsz egy-egy verseny előtt? Hát attól függ, de a legtöbbször mindig igen. Szoktam izgulni sokat, mikor sokat, mikor keveset. Mit adott neked ez a korcsolya, mennyire tetszett meg, mennyire szeretted meg, mit szeretnél elérni majd még? Hát a következő versenyszezonban hát az isú versenyt, és hát a duplákat, meg abból is van, ami már megy, de azért még fejlődnöm kell, és kitartás, akaraterő. Házi feladatot is a gyerekek? Hogy lehet esetleg otthon is gyakorolni ezeket a dolgokat? Bizony, mindig van házi feladatuk, ez egyébként nem csak erőnléti, mert a műkorcsolya programok komoly matematikai osztások, szorzások különben. Ha bármit ront, nekik tudnia kell átültetni és újra megpróbálni, valahova belehelyezni újra. Tudnia kell, hogy amit rontott, az hány pont levonás, milyen szorzóval, mit kaphat érte, mert gyakorlatilag az első és a hetedik helyezett között 4 tized pontok szoktak lenni, ami nagyon kevés, tehát 10 pontokon múlik, és ezeket nekik közben korrigálniuk kell. Zenei aláfestés, az hogyan alakul ki, hiszen itt láttuk a Hupikék törpikétől, a Charlestonig, lírai dallamok, csárdásig, mindent. Igen, ez elsősorban nyilván az edző feladata. Van azért, amikor kívánhat a versenyző, ha az illik az adott év adott kívánalmaihoz, akkor helyt adunk annak, de egy picit igyekszünk mindig ezt személyre szabni, hogy mi illik a versenyzőhöz, mit tud előadni, aki lírai balkat, olyan zenét, aki kicsit gyorsabb, ütemesebb, pattogósabb, az pedig olyan. Meglátni és megszeretni. Ez a mondás igaznak bizonyult Bartus Csinszka pályafutásában is. Láttam, hogy milyen szépen korcsolyáznak a többiek, és így jött az ötlet, hogy én is beállok. Mik a terveid, álmaid, mit szeretnél majd ebben a sportágban folytatásként elérni? Hát országos bajnok szeretnék lenni. Nagyon sokat kell gyakorolni? Igen, nagyon sokat vagyunk itt a jégpályán. Thank you.
otthon is szoktátok gyakorolni, mondta Andi néni, hogy szárazföldi gyakorlás, és milyen feladatokat szoktál kapni? Léppörgés, guggolás, meg egy lábon csúszás. Milyen volt most itt közönség előtt, szülők előtt bemutatni a tudásotokat? Azt hiszem ez egy kicsit felszabadultabb volt, mint egy verseny. Igen, nagyon tetszett nekem. A mai világ már arra megy, hogy gyerekkortól kell egy-egy sportágra nevelni, hogyha hát ha nem is olimpiai bajnokot, világbajnokot, de jó sportolót szeretnénk nevelni, a korcsolyára is különösen igaz mondhatjuk. Ha valaki később csatlakozik utat, tudja egy kicsit érni magát bizonyos korban? Mindenképp, tehát igen, a műkorcsolya az 5 korai specializációjú sportág egyike, ugye az ergi, a torna, a műugrás és a műkorcsolya ezek. Sajnos ez azt jelenti, vagy nem sajnos, de 5-től 10 éves korig kell igazán nagy eredményt elérnünk a gyerekekkel. De természetesen, ahogy mondtad, hogyha nem olimpiai bajnokokat készítünk, nekem vannak felnőttjeim is, akik megtanulnak korcsolyázni. Nyilván mindenki megtanulhat, csak ugye nem jut el arra a szintre, mondjuk, ami a legmagasabb. De megtanulni megtanulhat bármikor, csak egyre veszélyesebb. Egyéni kürök mellett láthatunk csoport bemutatót is, ami szintén nagy kihívás, ahogy mondtad itt a felvezetőben. Igen, ez különösen. Ugye egyébként is a lányaim, a nagy lányok, ugye mindegyiknek láttátok volt egyéni kürje, és mikor összeálltak csoportosban, mondták, hogy Andi néni, ez nagyon nehéz. Na most, ha a nagyoknak ilyen nehéz, a kicsiknek főleg. Tehát 15-6-7 éves gyereket ugye össze egy irányba terelni, koordinálni nagyon nehéz, de nekik is. Ez egy külön sportág a szinkronkorcsolya egyébként, tehát a műkorcsolya és a szinkronkorcsolya az különbözik. De jó már, ahogy te is mondtad, korán specializálni őket, és szeretik. Tehát ez egy sokkal könnyedebb, sokkal felszabadultabb műfaja a korcsoljának. Itt ugye együtt előadnak, táncolnak, ezt nagyon szeretik, úgyhogy ezt is egy ilyen kis könnyed mellékágnak tekintjük. Versenyen egy-egy körben vannak kötelező elemek, amit elvárnak a pontozók? Persze, nem. Gyakorlatilag majdnem minden lépése meg van szabva, és az előbb említettem, hogy ők ezeket számolják közben. Tehát, hogyha rontanak, azokat valahol korrigálni kell. Tehát igen, van. Például, amiben most mi indultunk, azokban a kategóriákban 4 kötelező ugrás, 2 kötelező forgás, 1 koreográfiai lépéssor, és annak végén egy kitartott elem. Ezeknek meg kell lennie, így ebben a sorrendben még az is meg van szabva. Tehát egy nagyon szigorú és kötött sportág, bármennyire nem úgy tűnik. Thank you.
más sportákban is van felmenési lehetőség. Gondolok itt arra, hogy hát ha egy sátor a jó helyen van, egy kiugró tehetség, felfigyel nagyobb műkorcsolyázó klub, és szeretné elvinni. Van ilyen lehetőség? Igen, természetesen itt is van. Ez annyiban nehéz dolog, ugye, hogy itt nagyon szoros kapcsolat, egyéni sportákként szoros kapcsolat van edző és edzettje között, tehát inkább ez nálunk attól függ, hogy mennyit tud jégen lenni. Tehát nálunk nem az a jellemző, hogy elmegy valahova, hanem hogy mondjuk több egyesület munkájában is részt vesz. Tehát mondjuk, ha valaki sátoraja új helyen ügyes, nagyon ügyes, akkor mondjuk eljárhat Miskolcra is, és Budapest is, hogy még több jég legyen a lába alatt, és mások is formálják, más edzőkkel is találkozzon. Természetesen, ha már világbajnokságra megy, akkor mindenki Budapesten kell edzenie. Ezzel talán befejeződött a versenyszezon az idei évre. Mi lesz a következő hetek feladata, és majd mivel engedett a gyerekeket el a nyári szünetre? Igen, most két hét szünet lesz, ez egészen biztos. Viszont a jégpálya nyitva tart, ugye egész nyáron, így aztán mi sem állunk meg. Június 15-ig fogunk még korcsolyázni, de aztán tényleg tartunk egy kis nyári szünetet. Ez így történik minden szezonban. Nyáron pihenünk, és nyár végén, augusztusban tartjuk az alapozó edzőtábort. Ezzel indul meg az új szezon felkészítése. Alapozunk, elkészülnek a koreográfiák, elkezdünk gyakorolni, és december környékén már versenyek vannak, ugye ez tart gyakorlatilag február-márciusig, áprilisban vannak a világbajnokságok, és azzal zárul újra a szezon, mint most, tehát ez így néz ki, úgyhogy most egy kicsi pihenés jön, aztán most kivételesen folytatjuk, de aztán tényleg pihenünk.